Hello mindenkinek, ez itt a Kultúr Geeks, én Bence vagyok. Én pedig Erzsi. Ez pedig itt a Pinterteszt. A mai videóban egy olyan ötletet fogunk megvalósítani, amit már többször is láttunk a Pinteresten, de élőben is sikerült megnéznünk, mégpedig Prágában. Ezt láthattátok az Instagramunkon is, ez a fekete fagyi. Prágában ugye ezt fekete kürtös kalácsban tálalták, mi viszont most csak a fagyira fogunk rámenni, ugye rengeteg recept van az interneten, egyébként rengeteg ételt csinálnak meg feketében valamiért teljesen indokolatlanul. Menőn néz ki. Jó. De tényleg tök menőn néz ki, tehát ad neki egy ilyen depresszív hangulatot, és nem tudod, hogy milyen ízű. Mi van? Semmi, el akartam ennél a depressziós ételnél. Akarsz beszélni róla? Nem. Számtalan dologgal lehet színezni egyébként a fekete fagyit. Mi most a legfurábbat választottuk, mert... Macskával. Nem. Szénporral fogjuk színezni, ilyen étkezési szénpor. Igen, ez az a szénpor, ami a széntablettában van, amit a nagymama ad nektek, ha... Megy a hasatok. Kell, igen. Nem, egyébként... Nem akartad kimondani, igaz? Egyébként mérgezések esetén is használják, mivel a kis finom púder állagú pornak hatalmas a felülete, ezért rengeteg méreganyagot képes megkötni. Ezáltal mondjuk megelőzheti bizonyos komolyabb következmények bekövetkezését, mint például a halál. Vagy a forsás. Igazából rengeteg ötletet találtunk a fekete fagyi elkészítésére, mi most viszont egyetlen egy módszert fogunk kipróbálni, és nagyon sok cikket olvastunk arról, hogy mivel is lehet valójában ízesíteni, igazából végtelen a lehetőség, mert teljesen minden úgyis fekete lesz, úgyhogy akár lehet epres is, citromos is, vaníliás is, bármilyen ízű, mi most citromos fagyit fogunk készíteni. Leginkább azért, mert Prágában is úgy tűnt, hogy egy citromfagyiba oltották be ezt a szénport, és mivel a szénnek is van egy kis sajátos enyhén édes kis íze, ez a kettő egy ilyen sajátos ízvilágot alkotott, úgyhogy ezt próbáljuk majd reprodukálni, amit ugye élőben sikerült megkóstolnunk, úgyhogy szerencséggel el tudjuk dönteni, hogy mennyire hasonlít az eredetire, vagy sem. Egyébként lesz egy kóstolónk is, aki az Instagram képünkön határozottan tudtunkra hozta, hogy ezt nagyon szeretném majd megkóstolni, de Prágából nem tudtunk neki hozni, és aztán privátban is beszélgettünk, és hát kiderült, hogy még mindig nyitott rá, úgyhogy ő lesz a főkóstolónk. Remélem most nem borsós fagyit fogunk oda. Nem, mert nagyon fontos, hogy a stúdiót fejlesztettük, és kivételesen egy kicsit figyeltünk arra, hogy most ne csak technikai szempontból, úgyhogy vettünk zárható hűtődobozt. Itt van. Hol van? Itt van. Micsoda fejlesztések, nem? Kultúr X. Úgyhogy vágjunk is bele, csináljunk egy kis mocskot. Szóval körülbelül ezek az összetevők, hogyha esetleg nem elég édes pusztán egy tubus sültett tejtől, akkor még rakunk bele cukrot. Meglátjuk, hogy mennyire hasonlít majd az íze, a végleges íze az eredetihez, úgyhogy majd azt szerint kicsit tovább ízesítjük, de egyenlőre ezek az alapösszetevők, ezek citromok. Mind a négy. Ez is. Nekem ez nagyon fura. Igen, nekem is. De elméletileg, ha felvágjuk, akkor ez savanyú lesz és citrom. Ki kéne csavarni ezeket a citromokat, és közben fölverni a fél liter tejszínt. És most megint vajat fogunk csinálni? Reméljük nem, de most van habverünk, ugye micsoda a fejlesztés. És most habtejszínt hoztunk, úgyhogy nem főző tejszín, úgyhogy reméljük, hogy nem tudjuk elrontani, de szerintem még belőlünk ezt is kinézem. Na, először ezt vágjam fel? Nézzük meg egyébként, hogy ez... Jó. Egyébként akkor lássuk, hogy ez citrom vagy narancs. Jó. Elvágom a saját kezemet, ezt nem hiszem el. Bence, gyakran főzöl mostanában? Ez citrom. Vagy narancs. Ez citrom. Kóstold meg. Videóban hogy csinálnád? És ott van, senki se látja. Citrom? Ennél savanyú citromot még nem tudtam. De hogy ilyen brutálisan savanyú. Amúgy kicsit hasonlít a narancsra. Egy picit. Nem volt citrom, hogy se ró? Hoztál? Szóval ez itt a Pinteltest. Én Bence vagyok. Én pedig Erzsi. És most pedig fekete fagyit fogunk készíteni habverővel. Na, szóval ott tartottunk, hogy citromot pacsartam. Ja, bekapcsolom, semmi nem hallatszik belőle. Ja. Szerintem ennyi elég? Aha, a magokat szedjük ki mondjuk. Kellene egy kanál. Elég.
kemény lett a hab. Hát nem mondom, hogy fejjel lefelé menem fordítani, de hagyjuk. Nem mondom azt, hogy a legkultúráltabb módon csavartam ki ezeket a citromokat, de azért kicsavartam. Kéne egy ilyen lájvadás. Bence a citrommagokat szelegeti. Hány citrommag van benne? Mondd, hogy kevés. Nem. Na. Ja, hogy még mindig van? Van még, igen. Hú, mindenütt van szénpor. Nincs több. Jó. Ez egy zacskó volt. Igen, jól néz ki. Eddig aztán mindjárt baj lesz, meg jönnek a tragédiák, meg felrobban az egész. De jó ég, mindent beborít. Szürke, minden. Jézusom! Szóval milyen? Ízre nagyon hasonlít arra, amit Prágában ettünk, és színre is, tehát hogy az talán csak egy árnyalattal volt sötétebb, amit amúgy még megoldhatunk egy kis szénporral, szóval hasonlít, nem? Az ízle. Ugyanolyan íze van. Olyan, mintha homokot ennél. Igen, határozottan van egy kis ilyen érzetben. Mi az Isten? A szénpor. Mint hogy a szél belefújta volna a homokot a strandról a számba. Akkor rakjunk bele több szeret. Aztán ittam volna mellé még valamit, aztán így... Nyé. Ha egyébként kicsit olyan, mint a homokot enni. De közben meg finom citromos. Ó, finom. Ezt lehet, hogy valami nagyobb lapáttal kéne egyébként. Mm. Hát ez szuper gusztusos lesz. Ez a szürke szín, ez kifejezetten ilyen ételszín. Aj, nem esélyem, hogy mire hasonlít. És mire? Olyan egyébként, mint az agyag. Hát nem lett túl folyós. Nem. Lehet, hogy ez így probléma, és a büdös életben nem fog megfagyni. Ja, valószínűleg igen. Szerinted ízleli fog neki? Nem tudom, de annak örülök, hogy nem én eszem meg. Nehéz kezdet után, nehéz folytatás. És még nehezebb befejezni. És egy nagy robban. De hát jól néz ki. Jól néz ki. Nem teljesen fekete, inkább szürke. De az eredeti is szürke volt, szóval emiatt igen. Még egész nyugodt vagyok. Tehát hogyha most még több szénport rakunk bele, akkor... Ne, éhetetlen. Tehát szerintem már most is sok van benne. Lehet, hogy ezt így mások csak mutatóba raknak bele szenet, és amúgy színezik. De lehet. Hogy itt az lenne a cél, hogy a szén színezze. Egyébként az nagy kérdés, hogy ez a nagyon zsíros habpaszta, ez meg fog-e fagyni. De reméljük. Bízunk benne. Ezen érdekesen van tálalva? Szenes fagyi. Az önt a fekete tulipán. Ez milyen ízű akar lenni azon kívül, hogy szenes? Leginkább szénízű, tehát ez egy citrom. Én egy kis fagy... igen, citrom. Szénnel feldobva. Nem inkább egy kis szénfagyi citrommal megmentve? Lehet. Hát lehet. Ugye ez nem aktív szén. De. Ja jó, oké. Egész tűrhető. Pénzt nem adnék érte, de egész tűrhető. Majdnem kijöttél Prágáig pénzt adni érte. Ja. Halld be. Majdnem pénzt adtam, hogy pénzt adhassak. Kóstold meg mézzel, ahogy az méz. Ez fekete az méz. Fekete méz, igen. Nem lennék jó ételkritikus. Azt tudom mondani, hogy érdekes. De szerintem az érdekes az, az egyik legjobb marketing fogás, az a szó. Az emberek szeretik azt, ha valami érdekes. Nem olyan, mint hogyha homokot ennél? Nem, nem ízre, hanem hogy állagra. Hát, mint a kavicsok lennének benne, igen. Tehát én nagyon apró... ez a nagyon apró tengeri homok. Egyébként csak azért vagyok én itt kóstolónak, mert én voltam a leginkább föllelkesedve, amikor megláttam Instagramon, hogy kipasztolták. Konklúzió. Kicsit jobb lenne az állaga. Akkor még pénzt is adnék érte, hogy kijavítsam, amit gondoltam róla. De szerintem a fekete mézzel többet lehetne keresni. Megetted, tehát hogy ezt én nem megettem. Tudom nem észrevenni, hogy így maradéktalanul eltüntetted. De ingyen volt. Van még egy kicsi a hűtőben, hogyha hát kérsz. Egy egész doboz. És nem kevés.
Mert hogy tulajdonképpen mi nem ettünk belőle, mi meghívtunk téged, hogy teszteljük rajtad igazából. Köszönjük szépen, hogy kísérletezhettünk rajtad. Köszönöm, hogy kísérleteztetek rajtam, és hogy ingyen ettem meg valamit, amiért 1000 forintot adtam volna ki Prágában. 1000 forint, de nem menjünk be. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, reméljük, hogy tetszett a videó, és reméljük Varusnak is, hogy ízlett a fagyit tényleg. És nem lesz le semmi bajod. Igen, így van. De leginkább. Bízunk ebben. De hát ki tudja. Egy ütés az egy, két ütésen nem. Ha van bármi ötletetek, hogy mit próbáljunk ki a következő videóba, akkor azt várjuk lent kommentben. És találkozunk a legközelebb. Sziasztok! Velem meg nem. De várj, a csatornádra azért csinálsz videót. Csatornámra készül egy videó, csak össze kell kapjam magamat. Készül. Úgyhogy tudom, hogy már mindenki leírta a kommentben lent, hogy mikor lesz, de lesz. Varusz, mikor lesz videó? Az a baj, hogy így útközben találom ki, és érdekes módon minél tovább húzom, annál több ötlet jut eszembe. Szóval lehet, hogy decemberre kész lesz, és akkor lesz egy barom jó videó belőle. Jó, nem, nyilván kész lesz hamar, nagyon hamar. Igyekszem hamar. Sziasztok. A hamar az relatív. Hello. Hello.